Édes hármas. Édes hármas. Egyedül unalmas beszélgetni. Kettens nasz. Na de hárman. Édes hármas. a tillával. Köszöntöm a hallgatókat, ez a Spirit FM 92.9. Mai vendégem Totka Sándor. Ezt úgy szeretem, az a sort olimpiai kétszeres világ és háromszoros Európa-bajnok. Négyszeres Európa-bajnok? az akkor most, ahogy befelé jövet, akkor történhetett, mert én négyszeres Európa bajnok. Várjál, nem azon gondolkodtam, hogy most a valamelyik reggeli műsorban ott úgy mutatkoztak be, hogy négyszeres Európa bajnok. De már utána számolok, meg 2016-ba egy, kettő, igen, négy. Nézszer. Négy. Hmm. És egyébként ez a, legfurra, ez a legfurcsább. A négyszeres Európa bajnok, az olimpiai bajnok annyira nem furcsa, a világbajnok ugye az már régóta nem változott, és a négyszeres Európa bajnok az a legfurább. Akkor ezt, ezt most ő kétszeres világ és négyszeres Európa-bajnok. teljesen jó. Jó, akkor most már viszont pontosak vagyunk. <laughs> Kezdjük a legelején, ugye, gyoma-endrőd, ahonnan származol. Alapvetően a családban mindenki sportolt. Ez egy ilyen kötelező volt, hogy akkor, akkor te is valamilyen szinten a testmozgással, a sporttal foglalkozz. Erősen ajánlott. Erősen ajánlott. A szüleim nagyon szerették volna, hogyha sportoljak valamit, úgyhogy a, a, a kezdtük klasszikus futball, voltam tornaedzésen is, apukám egyébként tornázott ö, uh -huh. országos szinten, anyukám pedig sprinter atléta Atleti, volt, középiskolás szinten. A Próbáltam néptáncot, úgy a tornát azt már mondtam. És ő tényleg úgy döntött, hogy néptáncban ezüstérmet szereztél? Nem a társas tánc, aztán volt társas tánc. Igen, ez teljesen igaz történet. Ötödikes voltam, és negyedikes koromban ugye párhuzamosan ment a társas tánc, meg a kajak. És tényleg úgy döntöttem, anyukám mondta, mikor ötödikbe léptem, szeptember, ugye körülbelül ekkortájt lehetünk, ugye most, ahogy most vagyunk. És és akkor mondta a anyukám, hogy most már azért válaszszál, az ötödik osztály, történelem, ö, ö, földrajz, stb. Ezek a tárgyak bejönnek, úgyhogy válaszszál, és akkor én azért választottam a kajakot, mert volt egy aranynyelvem. Társadalmas pedig csak egy egyezés. csak. Tényleg. A tánc egyébként az megmaradt ilyen hobbinak, vagy az, vagy az abszolút nem? Ö, nem, nem. Azt mondom, hogy az alaplépésekre emlékszek de, de, de egyébként, hogyha elmegyünk egy buli helyre, akkor én, én nem az a táncoló típus vagyok, hanem inkább a, az, hogy a barátaimmal beszélgessek Csendes egy jót. Nézelődő. Abszolút, abszolút. A francia háttérszínész, <laughs> aki csak jól néz igen. ki, de és ott el van. Igen, Egyébként, igen, ha igen. meghívnának egy ilyen táncos versenyre, vagy a tévébe, vagy bármilyen sem nem akarunk már, vagy tévét mondani, mm -hmm. Oda elmennél? Szerintem igen, mondanék. Aha, tényleg, mert I... szerintem van egy alapritmus érzéke, meg, meg amúgy így egész gyorsan visszajönne. Am, ami, 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 amit ugye gyakoroltam még kiskoromban. A, az esküvőnkön Ágival, ott táncoltunk is egyébként, ott hetente egyszer, és tökre élveztük mind a ketten, és ott azért érződött, hogy van egy alap, van egy alap képzettségem, de, 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 de belülről sokkal jobbnak tűnt, mint amikor kívülről visszanéztem. Önbizalom az van. Visszanézted a videót, a versenyedet is visszaszoktad nézni? Vagy azt se szereted, mert belülről sokkal jobbnak tűnik. Visszaszoktam nézni, igen. Visszaszoktam nézni, de végignézem egyszer-kétszer. Kívülről nem sokat látok, belülről sokkal többet érzek. Mm. Ezért is van az, hogy Viktornak már az edzőnek sokszor mondom, hogy nem kell videót készíteni, mert egyszerűen én kívülről nem látom. Belülről sokkal többet érzek, mint mondjuk kívülről és, és ilyen kötelező jelleggel végnézem, ahogyan az majd is egyébként visszanézem, hogy, hogy, hol bakizok, hol mondok rossz dolgokat, vagy mindig szeretem elemezni magamat. Ez mind a sportra, mind a magánéletre is igaz. De ez a maximalizmusodnak köszönhető. Abszolút. Abszolút. a maximalizmusnak is van egy nagyon jó oldala, meg egy rossz oldala. Ez egy a jó oldal ugye, nem kell, ugye mindig a maximumra törekszek, nekem a jó az nem jó, nekem a tökéletes a jó. A, a másik fele, a negatív része, pedig az pedig, ö, tudod, hogy nem tudom hajkurászni, nagyon nehéz hajkurászni a száz százalékot, a tökéletességet, és ez sokszor mm, visszaüt. Tehát, hogy amikor elérkint nagyon jó eredményt, de mégsem tökéletes, akkor nem vagyok elégedett, és ez, ez két élő fegyver. Alapvetően a két élő ott érzem, hogy azt mondhatja a magánéletben is. Igen. Nagyon igen. nehéz nehéz os kapcsolatban élni. Tehát az ember néha hibázik, veszekszik, érv, ellenérvek vannak, nem biztos, hogy százszázaléké -ig kapcsolat. Igen, abszolút így van. Ö, illetve az elemzésre visszatérve imádom magamat elemezni, azonban a környezetemet is Elemzem, csapattársak, stb. és ennek ez a negatív hátra. olyan veled, jobban van? Ha ah. <s> <Right. s> <s> <s> csapat, csapat, ha jobban ülünk, legyen az páros négyes, akkor akaratlanul is elemzem őket, és valamikor nem tetszik nekik, amikor olyan dologra ö olyan dolgot hozok föl, amikről ők nem akarnak nagyon tudni, Tudom, lehet azt mondani, hogy tükröt tartuk maguk Aha. elé, és ugye ez nekik ez nem tetszik sokszor, de sajnos úgymond már van egy recept a fejemben, mm -hmm. hogy a, a, ugye olimpiai bajnok lettem, sejtem, hogy mik kellettek ahhoz, hogy ez sikerüljön, és ezt igyekszem majd a többieknek, a csapattársaimnak átadni, és ez, ez azért kemény lesz, nem csak számomra, hanem számokra is, hiszen el, engem el kell majd viselni, de hát én nyomni fogom őket, mert van a fejemben egy jövőkép, és akkor alig várom már, hogy együtt elérjünk valamit. Ugorjunk vissza Gyomán Láttam régi fotókat, hogy rengeteget a nyugádékkal, Víz mm. mindig kötődött hozzá. De ha most azt mondom, hogy egy nyaralást idéz fel a gyerekkorodból, melyik ugrik be? Kotorjöből, Montenegro. Mm -hmm. Akkor nagyon szerettem egyébként a szüleimmel is lenni, de nekem van két fél testvérem, mm -hmm. ők mind a ketten jóval idősebbek, két nővérem van, és inkább hármasba voltunk nyaralni, ami tök jó volt. Hármasba de... vagy ötösbe? Hármasba. hármasba inkább van. hármasba voltunk mm -hmm. nyaralni a szüleimmel, és ugye nem volt cimbora, nem volt nagyon barát, így egyedül el voltam, de, de amikor egy nagy családdal, egy család barátokkal összefogva mentünk a Kotorilből az akkora nagy élmény volt, hiszen rengeteg barátom ott volt, egész nap reggeltől estig ment a hűlés, ott a, én azt, azt tudnám kiemelni, ez 2008-ban volt. Azóta visszamentél oda? Vagy nem. nem, azóta nem voltunk, sőt egyébként a szüleimmel is 2008-ban voltunk utoljára nyaralni, 2009-ben valamiért, nem tudom amiért, nem mentünk el, és 2010-től meg beindult gyakorlatilag a karrierem olyan igen. értelemben, hogy 2010 ifjúság olimpia Singapur, és onnantól már nem fér bele a nyaralás a családdal. Annyira érdekes, amit mondasz, mert a társaság nagyon-nagyon fontos, és és ugye ahol van a jó társaság, az ember sportolni is ott szeret. És egy héttel ezelőtt a lakatos Zsanett hm? ült itt a, a mikrofon előtt, ő kenus, ugye? Igen, igen. És pont ezzel érvelt, hogy ő, ő abba adja a sportot 27 évesen, 28 évesen, mert, mert, nem érzi azt, hogy így. Tehát a társaságot sem, magában az, az, erőt sem, az ösztönzés sem, stb. inkább szeretne élni, szeretné kipróbálni. Ennyire társaságfüggő sport a, az evezés? Mm. Nagyon érdekes, érdekes ez a gondolatmenet. A, kicsit, hogy magam az én perspektívámból közelítsen meg, én azt a sportágot választottam gyerekkoromban, ahol jó volt a társaság. Tehát hiába volt a torna, a futball, egyszerűen nem éreztem ott jól magam, és azért maradtam ott a társas táncnál, és később a kajaknál is, mert a kajaknál olyan társaságunk alakult ki, olyan baráti kör, hogy a mai napig összejárunk mindannyian, tartjuk a kapcsolatot, tök jól megy ez az egész. A... ez az úténél is visszaköszönt egyébként amikor ugye előső edzéseidet töltötted és azt mondtad hogy igen végre vannak versenytársak, van kivel hmm. harcolni és baromi jó a társaság abszolút, abszolút így van az én esetemben ugye van egy nagyon jó edző akivel tök jól megértjük egymást hmm. és egy irányba tartunk mind a ketten és meg van egy jó, vannak jó csapattársaim, akik ugye minden nap ö, ö, küzdünk egymással a vízen, és ö, ezek, a, ezek az erőfeszítések, ezek megmutatkoznak eredményesen. Hogyha nem találnám a megfelelő edzőt, vagy nem lennének megfelelő csapattársaim, akkor én is elgondolkodnék, és látos eredményem sem lenne, akkor lehet, én is elgondolkodnék, hogy akkor abba kéne hagyni, de egyelőre ez most úgy ö, nyoma sincsenek. Akkor most mondtál valamit, amiben belekapaszkodok, ha nem nyertél volna olimpiai aranyat, hogy mondjuk hetedikként végzel, vagy tizenötödikként. Ja, most... Elgondolkoznál az abban, hogy Nem. Nem, most a jelenlegi fázisban, tehát most 2021-ben biztos, hogy neki mennék még Párizsnak, hiszen már csak három év van, uh -huh. az az egyik. Kettő, meg van egy tök jó jövőképünk, olyan értelemben, hogy 500 páros, 504-es lesz az olimpiai szám, illetve az 1001-es, de azzal nem törődök már. igen, a... voltál hosszú távon, tehát amikor ha visszamennénk nagyon az időbe, 2012-10, -20, akkor még ott még hosszú távon is igen, voltál. Igen. Ja? igen, indultam akkor ezzel párost is igen. utánpótlásba, de utána inkább a 200-500 felé ö, kacsingattam, uh -huh. és mivel az öt, a, a 201-es, amiben olimpiai bajnok lettem, az lekerül az olimpiai programról, és Igen. már csak három versenyszám marad összesen Párizsban, a férfi kajakban, 1001-es, ugye most a Tokió olimpián az első kettő kettőhelyezet magyar lett, tehát világ legjobbjai, én ott nem akarok, meg nem is tudnék beleszólni az ő csatájukban, ba. 500 páros, 504-es, abszolút nekem fekszik, nagyon jó táv, gyorskezű vagyok, és tök jó jövőkép van, hiszen nem csak egy specifikus számra, tudok készülni, vagy kell készülnöm, hanem az 500 páros, 500 négyes nagyon, egy... közel állva, nagyon közel van egy másodjogtak, 7-8 másodperc van a két világ között, úgyhogy ö, ez úgy szinte semmi különbség. Az ifjúsági olimpiai cím volt az, aminél azt mondta egy előző riportban, hogy ott fordult meg először a fejedbe, hogy ezt felnőtt olimpián is meg lehet tenni. Az egy akkora forduló pont volt? Nagyon érdekes volt, mert ö, akkor szimatoltunk bele, még kis gyerekek a, ebbe az egész multisport eseménybe, multisport világába, Szingapurba, ott is volt egy ö, sportolói falu, ö, egybe volt zárva ugye minden sport, ö, ö, tudtunk menni, másokat is megnézni, illetve ugye sikerült megnyernem. Ezek úgy mind-mind hozzátettek azért, ö, hogy, ö, hogy mai nap, ö, vagy, vagy hogy a Tokió Olimpia az úgy sikerült, ahogy. Egyébként tökrőlök például Tóth Krisztiának, hiszen ő is ott volt az ifjúság olimpián, ugyanúgy bronzérmes lett, uh -huh. én is ott voltam, én meg aranyérmes. Most már gyakorlatilag ugyanezt megcsináltuk, csak felnőtt. Igen, tehát ez Kapás Bogi, Szatmári Andrés, ugye mind-mind ott voltunk az ifjúság olimpián, és, és tök jó, hogy, hogy nem, hogy, hogy ennyien tovább vittük ezt a, úgymond a lendület tovább vitt minket. Sőt, hát ki is emelted a Milák Kristófot, akivel szinte kopírozzátok egymást, mert hát így van. azokat a címeket megnyertétek. Igen, igen. Va így hívjuk, vagy így hívom, hogy a, a nagy hatos, <laughs> ugye Milán Kristóf, meg meg én, mi ketten vagyunk azok, akik ö, ifjúsági olimpiai bajnokok, ifjúsági Európa és világbajnokok, ugyanezt felnőtt be felnőtt olimpiai bajnokok vagyunk, világ és európa bajnokok. Ez, azért szeretem ezt, a, ezt az adatot, mert, mert nem arról van szó, hogy, hogy villámkarriert futnánk be, hanem, hanem a, a utánpótlás korunktól. Van egy épített munka. Igen. Igen, és hogy a, 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 fok, a fokozatosság, a, az állandóság, az megvan a karrierünkben. Nagyon sok, nem szeret, Azokat a sportolókat, de nem azt hogy nem szeretem, hanem hogy furcsálom ezeket a villámkarriereket, ja, akik igen. hirtelen a semmiből nyernek egy olimpiát, aztán le is tűnnek. Ez szerintem hogy nem. nagyon négy év múlva megállapítják, hogy hát el igen, kell venni azért, én csak vicceltem. De hát... Benne van, benne van. Azt mondom, hogy egy szép, hosszú pályaív az enyém, és remélem még, hogy megyünk fölfelé. Ez, a, ez lényegében a kajakkenu Grand Tehát, hogy lényegében Abszolút. meg, <gül> <gül> megvan Simán minden. Abszolút. Igen, tehát, Abszolút. Hogy megvan minden, amit mm -hmm. így alapvetően szeretnél. Mindenhol kaptok ilyen akkreditációs kártyát. Igen. Láttunk egy olyan fényképet, amire még te magad is azt mondtad, hogy tíz évben voltál Igen, igen, igen. E, egyébként gáz. ezeket a kötelező kűröket, mint például fotózásra járni, nem tudom, ezeket már jól viseled, vagy jobban viseled, mint, mint régebben, vagy, vagy ez már teljesen belátott, hogy ez a marketing része, uh -huh. és innentől kezdve ez is hozzátartozik. Régen mindenre igen tudtam mondani, uh -huh. mert olyan kevés volt a megkeresés. Egyébként pont a egyik újságíró mondta, hogy Egyébként tök jó, hogy ugye világbajnok, meg Európa-bajnok is vagyok, de hogy most az olimpiával jött meg az a, az a, az a népszerűség, amire uh -huh. úgy, úgy, hogy is mondjam, amire úgy, úgy kiár, vagy nem is tudom, nem akarok nagyképű lenni, de uh -huh. ami kiárna. És mondom, igen, ezt én is így gondolom, meg köszönöm szépen, de, de azért kajakkenumban rengeteg világ és Európa-bajnok van, Dunát lehetne velünk rekeszteni. nem? olimpiai érmesből, olimpiai bajnokból maga jóval kevesebb, és ezek kellene ahhoz, hogy egyszerűen kitűnjek a tömegből. Igen. Egyébként a rengeteg nemzetközi vetétársad van, Tőlük, amit tudsz, kint is így van. Tehát, hogy mondjuk Amerikában vagy, vagy máshol, vagy mondjuk a németek mondjuk jókkal nem tudom, spanyolok, ott is csak az olimpiai, és a csakot idézőjebe teszem. Mm -hmm. Csak az olimpiai arany az, ami elismert, vagy hogyha nyernek egy világbajnokságot, az régen egy riportban azt mondtad, hogy világbajnok valaki, akkor azt már elismerik. Ha nyertél, csak egy Európa-bajnokság, de az olyan kötelező, szózni mm -hmm. kell. Az a belépő. Az a belépő. Ja. Igen, de a világbajnoki, és most már az olimpiai érem lényegében Magyarországon, hiszen amit te is mondasz, Dunát lehet rekeszteni. Mm. Annyi világbajnok van Magyarországon. Ez külföldön is így van? Vagy ott jobban elismerik? Erről a külföldi ellenfelekkel nem beszéltem. Mm -hmm. Ahogyan a közösségi médiából látom, igen. Tehát nem csak nálam, hanem a, a, például a németeknél is látom, hogy sokkal több a megjelenés, sokkal minőségibb a megjelenés, tehát ők is gyönyörű némes stúdiókba járnak, vetélkedők, stb., mivel most már olimpiai bajnokok lettek. Úgy úgy gondolom, hogy igen, egy olimpia teljesen más egyébként. Sokkal nagyobb a figyelem, mint egy világbajnokságon, meg mégiscsak négy évente van, jó esetben. <laughs> Úgyhogy tényleg nem hiába mondják azt, hogy nekünk az olimpia, a sportágunk csúcsa az olimpia. Abszolút. Hát sőt, vannak olyan kiemelkedő sportágok, ugye, mint a vízilabda, a, kolyak, oh, vagy a meg az úszás, ahol kvázi a magyarok egy olyan elvárással ülnek le a tévékészülék készülék mm -hmm. elé, hogy igen, nem Vagy o, vagy, a, vagy, egy átlag néző úgy ül le, kajakken ott nézni, na hány arany lesz? Ja, igen, igen. De hogy ez, ez jó, mert elkényeztettetek mm -hmm. bennünket. Azt mindig mondod, hogy a legnagyobb támogatod a, a feleséged. Aki van. a főz rád, aki, aki, aki leköltözött oda egy gyomorjándrődre a házat, amit béreltetek, ugye, így van. és ott tudtál edzeni. miért a. van az, hogy a reggelit mégis te csinálod? <laughs> uh, hát a reggeli sokkal finomabb, hogyha ő csinálja, <laughs> de mivel annyit főz, már így, így lelkiismereti dolgot csinálnak ebből, és inkább úgy vele, hogy megcsinálom a reggelit. Sőt, egyébként ő is így gondolkodik, hogy ha én csinálom az ő reggelét, az sokkal finomabb, úgyhogy kicsit így vissza tudok neki adni. És ugye nekem mindig változik, hogy van egy szénhidrátos napom, amikor inkább szénhidrátot eszek, uh -huh. vagy szénhidrátból nyerem az energiát, van a másik nap, amikor inkább zsírból, és a zsíros napon általában rántotta van, különböző kolbász, szalonna, mája, bármivel, a következő nap pedig inkább zabot eszek, zabot, különböző variánsokkal, többi, stb. És ezeket nagyon jó, jó érzés. Reggelét megcsinálni, egyszerűen annyira nincsen türelmem, meg nincs tehetség a konyhába, hogy ezt inkább meghagyom ágni. <laughs> műsorban nem indulná, tehát tánc műsorban igen. Hát de hogy az lenne a lényeg, hogy, hogy, hogyan roncsunk el egy ételt, akkor én rendben lennék. Én nagyon én ott lennék. Maximum a helyen. zsűri feladat, kóstolni szeretsz. Ó, imádok, még... imádok kóstolni, de főzni az. Nem is szeretek, meg szerintem nem is tudok. Most kajailag is elengedted magadét Abszolút, és nagyon jó érzés. <gül> <gül> nagyon jó érzés. Nincsen, nincsen keret, Uh, egyszerűen nem, nem, nem követem a, 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 táplálkozási tervet, és nagyon jól érzem magam. Ki csinálja a legfinomabb gőzgombot? Hát Ági, igen? egyértelmű, persze, ha egyértelmű, egyértelmű, bár az alpesi uh, is elég jó. Tehát, amit a hűtőben lehet. Igen, 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 igen. <laughs> Térjünk vissza picit a sportra. Uh, mindig van egy ilyen szóbeli csörte a kajak és a kenú között. Ugye a kenusok azt mondják, hogy kajakos az csak beül. De ez egyébként így mondjuk egyesületen belül is kijön, vagy azt így áthidaljátok, vagy érződik, vagy, ez, vagy csak egy ilyen mendemonda? A kajak és kenú között igenis van ellentét. Ö, szoktuk is egymást egyébként szivatni, de, de abszolút normális keretek között. Aha. Az egyesületünk például nálunk az Újpestnél, viszont annyira szeretjük egymást, hogy olyan családi hangulat van, családias hangulat, hogy mi inkább biztatjuk egymást, segítünk a másiknak. Én például nagyon jó viszonyt ápolok az újpesti kenusokkal, úgyhogy nálunk nincs, nincs, nincs ilyen, ilyen, ellentét. Egyébként, ami még durvább ellentét, az a kajakenu és az evezősök között. Ott abszolút evezősök ugye hátrafele mennek előre, nem, ugye mindig figyelnek hátra, kajakosok néha direkt egymással szemben, tehát ott azért én mindig próbálom kerülni őket, hiszen én is próbálom beleképzelni a helyemet az előzősök helyébe, úgyhogy én mindig próbálom őket kerülni, de néha elkerülhetetlen a koccanás. <laughs> a a, a kenunál, ugye az, az, egy, az egy zárt közeg. Mégis rengeteg barátod van más sportákból, például hmm. a Manhez Krisztián, a Manóval, hogy alakult ki a barátság? <laughs> a, a Manóval... Ö, hogy Mert is mondjam? Ugye, volt voltál először olimpián. Igen, de rio még nem, nem cimborátunk, uh -huh. hanem amikor én is, a, egyébként a, a, a cég, a energétal cég uh -huh. hozott össze minket, egy ő rendezvényükön találkoztunk. Én tudtam, hogy olimpikon, ő is tudta, hogy én olimpikon vagyok, és egyszerűen elkezdtünk dumálni, és olyan jobban lettünk, hogy most is a műsor előtt, ah, most is nekirogattam. <laughs> Milyen eseményeket tudták kimenni a Tokióba? Hát a vízilabda a bronz mérkőzésen kim voltam. Kim voltunk. Hát nem volt egyszerű bejutás, hiszen ugye az én akkreditációm az nem volt oda jó, a, az nem, nem, nem vízilabda kompatibilis volt. Így a, a főtitkár okosan, <laughs> magyarosan valahogy úgy, úgy osztotta a lapokat, hogy ott lehessünk. És, és nagyon szurkoltam a vízilabdásoknak, egyébként a pont tök jó volt, mert amikor a vízilabdásoknak a gyúrolja, az Eszlári Geri besétált, akkor üvöltöttem, hogy Geri, és ő meg ugye mondta, hogy engem nem látod, a hangomat megismerte, amikor meg a, szerintem a harmadik negyedbe, ugye Manó úszott a labdáért, és Én mondom, hajrá Manó, <tosz> nagyon olyan kinézet, kinézett és röhögött ennyed. rajtam nem múlott. Tehát én nagyon szurkoltam nekik, szerettem, hogy akkor én már, akkor már én túl a voltam Absolut, a és nagyon akartam, hogy nekik is, Manónak is legyen egy, egy, egy érdemelték. Érdemel ez az a minimum, amit szerintem megérdemeltek. Uh, milyen volt a hangulat? Azért ez egy furcsa olimpia volt, tehát azért nem volt városnézés, meg szakézás, meg nem tudom, meg bugyi automatához sétálás, hanem itt, <laughs> igen. itt ez egy zárt közeg volt. Hála Istennek, ugye két éve, meg három éve már voltunk itt Tokióban, uh -huh. három éve edzőtáborozni csak, két éve pedig az előolimpián, egy olimpi tesztversenyen voltunk, és akkor azért körbe mentünk a városba úgy, ahogy kell. Tehát nem, nincs bennem hiány hogy valami kimaradt volna. A Nagyon szigorú szabályok között őriztek minket, ugye buborékrendszer volt, a falu, a pályák között, illetve a szálloda, meg a pályák között sem, nem is mehettünk sehova. Tehát nagyon szigorúan fogtak minket a japánok, nézők szintén nem voltak. Öm, erre készültünk. Igazából már annak örülök, hogy le, volt olimpia, és most, nincsenek nézők, hát sajnálom, rengeteg barátom, családtagom is jött volna uh -huh. egyébként, de így így Hát így az aranyérem azért mindenért kápoltól? reméljük, azt hogy Párizsban visszatér a régi kerékvágás. Ezt az érmet már szereted? Mert régen anyud mindig azt mondta, hogy Sanyi lelépett a dobogóról, levette Igen. az érmet, és odaadta nekem. Igen. És most már azért ezt, ezt, viszed magad, és a nyakadban van még fürdés közben is. <laughs> hát ez... <laughs> azért ott, azért ott nem. Egyébként otthon nem, nem, nem szeretem az érmeket gyűjteni, mindig hazaviszem gyomára a szüleimnek, és ők berakják egy cipős dobozba. Miért ott... a, szomszéd kislány kap meg párat? Igen, 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 meg a keresztfiamnak szoktam odaadni az érmeket, tehát hogyha most, most, is összeszámolnám, egy 50 biztos hiányozna, meg azokat jelosztogattam. elosztogattam. Ö, nekem az érem az nem, 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 kötődök az érmekhez, azonban amióta az olimpia nyakamba van, teljesen más érzés, és otthon is két érem van kirakva, az ifjúsági olimpia ami a kezdetet jelképezi, illetve a mostani aranyérem, ami útközben, út nem, nem a vég, hanem az abszolút a folytatást jelképezi, a jó az irány. Teljesen jó. Alapvető gondolat mindig, amikor rád nézek, vagy amikor hallak nyilatkozni, hogy, hogy ilyen full nyugodt ember vagy, nagyon higgad. Mi volt az utolsó, amikor elvesztetted a fejed, amikor így, amikor így nagyon kikeltél magadból, és dühös voltál? Mm -hmm. Amire emlékszek, amikor a négyessel mentünk. Négyessel próbálkoztunk Szeviában, márciusban. Mm -hmm. Idén márciusban valami nem állt össze a négyessel, és az a műsor elején említett maximalizmusom felülkerekedett rajtam, és akkor kifakadtam, hogy mondom, ha nem szedjük össze magunkat, döntőbe se kerülünk. Aztán ugye történt, ami történt, egy sérülés keresztül húzta a számításainkat, és az a négyes, akivel egyébként készültünk, és egyébként éremesélyesek lettünk volna, az ö, a, a, a tervünk, az így füstbe ment terv, terv lett, ja. de. És akkor kikeltél magadból, vagy akkor volt egy en... És akkor, a, akkor ö, a maximalizmus szólt belőlem, és akkor kicsit próbáltam, a, elfogyott a türelmem, Aha. és akkor viszont kifordultam magamból, utána elnézést is kértem a srácoktól, oh. csak annyira akarom, és olyan érzés van, mint a jobban akarnám, mint ők, de, de egyébként szok szoktam így kifordulni magamból, illetve a néha még régebben is az interjúkban nagyon hadartam, uh -huh. amikor visszahallgattam, és ezen is változtattam, hogy próbáltam nyugodtan, higgadtan, értetően nyilatkozni. Most, hogy Szeviáról beszélünk, és megteted akkor ezt a kiakadást, bánod? Nem, nem bánom, nem bánom. Nagyon kevés dolgot bánok meg az életben, és hogyha most azt kérdezném, hogy mi volt az utolsó... Azért, mert átgondolod, vagy azért, mert nagyon... Tehát, hogy olyan nincs, aki nem hibázik. hogy ne én is hibázok, abszolút. Szeretek, nem azt mondom, hogy keresem a hibát, de szeretek hibázni, mert hogyha hibázok, akkor tudok valami javítani, és ö, említettem, hogy imádom elemezni magamat, imádok hibát találni magamba. Ezt egyébként a pszichológusom is mondta, hogy Sanyi, nem vagy normális, mert a sportolók legtöbb, a többsége utálja elemezni magát, utál hibát találni, én meg imádom, keresem a hibáimat, és alig várom, hogy foglalkozzak velük, és kiavítsam. Ez egy, szerintem ez tök jó mentalitás lesz majd, hogyha majd a civil életbe is elhelyezkedek. És és náról, úgy nem tudom, mit akartam ezzel mondani. vagy ö... Nem bánod alapvetően, és hogy a, utána. Imádok de... hibázni, az a lényeg. Igen, de hogy a, a hibázásnál ott beismered, tehát volt olyan, amikor viszont olyan? Te álltál a csapat elé, és azt mondtad, hogy srácok, eltörtem a lapátot, passz. Hogy ne, te... hogy ne. Ha hibázok, simán beismerem, és nem is szégyellem egyébként, hogy hibázok, Öm, az a, azért edzünk minden nap, meg azért készülünk mentálisan, hogy a versenyen ne hibázzunk. A versenyen való hibázás a számomra majdnem egyenesen a megbocsátatatlan bűnne. Tényleg, tényleg versenyen ne hibázzunk, én se hibázok, mert azért készülök, hogy ne hibázzak, és ezt a versenyen hibázást nagyon nehezen tolerálom. Folyamatosan fejlődsz mert egy 2016-os riportban azt mondtad, hogy, hogy amikor te elindulsz, akkor mész, nem figyelsz semmire, mm. csak hagyod a lapátot, és akkor csak veszed a levegőt, ezt ugyanezt, ha meghallgatjuk rá négy évre mondjuk riportban, akkor azt mondod, hogy igen, odafigyelek a légzésre, és már ki fejlődött, mm. tehát, hogy van egy stáb mögötted, aki folyamatosan azért fel is hívja a figyelmedet a, a hibákra, de segít is ezeket korrigálni. Abszolút így van. Ráadásul ez a stáb, ez nem, nem rámöröltették, hanem én választottam őket, hogy segítsenek az olimpiai uh -huh. felkészülésemben. Egyébként ez nem normális, hogy egy kajakos körül egy ilyen stáb alakul ki. Amikor bejött a Covid, elhalasztották az olimpiát, akkor beszéltük Ágival, hogy na, van egy évünk, több mint egy évünk, hogyan használjuk ki ezt az egy évet, hogy még jobb legyek. És akkor jött például a, a légzés, uh -huh. hogy ő, akkor olvastam már -e korábban a légzésről, meg a légzésnek a fontosságáról, és na, egy évet kaptunk, nyomás, légzésszakértő, és akkor csináljuk. Illetve a, a, a dietetikus, aki nem is dietetikus, hanem egy táplakozási szaktanár. Uh -huh. Igen. És ő tanított meg gyakorlatilag étkezni. Tehát előtte is próbáltam a lisztet, cukrot, meg a tejet mellőzni, de ő adott egy keretet ennek az egésznek, és abszolút bevált a közös munka, és akkor viszont ugye ebben az időszakban, amikor elhalasztották az olimpiát, akkor megfogalmazott a célom, a célom pedig az volt, hogy én úgy akarok átérni az olimpiai döntő célvonalán, hogy én mindent megtettem, és egy századdal sem tudtam volna gyorsabban menni. És mivel tök jó, mert sikerült elérnem a célomat, és hogy mondjuk negyedik lettem volna, akkor is Boldog lennék az eredménnyel, hiszen egy században nem tudtam mm -hmm. volna gyorsabb lenni, mert úgy érzem, hogy mindent kiaknáztam, amit ki lehet most, 2021-ben. Most egy útnak a x állomásánál vagyunk. Már látod, hogyha megetted a gőzgombócot, meg a kamambertes hamburgert, meg mindenet föl megettél, amit lehet. Fúdolk és úgy, És olyan, hogy mindjárt <laughs> És újra visszaállsz az edzéses napokra és a hajtásra, mm. akkor mi az, ami még fejleszteni kell? Mi az, ami még, ahol még fejlődni kell? Mivel most új távra fogok készülni, 500 méterre, mm. Nem azt mondom, hogy új, mert ugye eddig is 504-esre is készültem, uh -huh. meg 2001-es, ugye két távon versenyeztem az olimpián, tehát annyira új nem lesz. Nyilván egy ö, kicsit a csapatmunkámon szeretnék javítani, hogy jobban megértessem magamat a csapattársaimon. Tehát kicsit ilyen ö, pszichológiai irányban szeretném fejleszteni magamat. Egyébként a technikám az, az ö, elég jó, tehát a. a, a, a 2021-ben tényleg jó technikával levezek, hatékonyan. Az erőléti dolgokat inkább Viktorra bízom, és én inkább a pszichológiai dolgokra akarok figyelni. Segítenek örök a csapattársaimnak, és úgy gondolom, hogy mivel olimpia renyérmel már van, ezért hitelesen tudom a többieket kicsit noszoktatni. Uh -huh. A páros az, hiszen párosban azért világban a Molnár Péterrel, így van, az Így van, a meg Nádas bencével, Európa Igen. is így vagyunk. Van. Tehát, hogy az neked már egy rég délága, tehát egy régi ö, megszokott ö, táv. Az van inkább előtérbe, vagy ha, ha azt mondják, hogy egy távon indulhatsz? Uh -huh. Akkor inkább az 500 páros. 500 a páros mondanám, uh -huh. minden kevesebb ember van a hajóban, annál, ö, annál... A hibázási lehetőség. A hibázás mi? is. Ö, azért szerettem idén egyesbe versenyezni. Történt ez a szerencsétlen sérülés uh -huh. a, a négyesünk egyik tagjával, Igen. és elképesztően ideges voltam, mert én nem tehettem ellene semmit. Önhibámon kívül történt ez az egész és hogyha, hogyha egyesbe én lesérülnék, akkor az csak is én hibám lenne, senki másé. Ennyi volt a felelősség. Igen, amikor rajthoz álltam az olimpiai döntőbe, éreztem a terhet, de erre készültem, erre magam mentálisan, hogy a lehető legjobb formában legyek, és, és élveztem, ezért élveztem, hogy egyesbe mm -hmm. versenyezhetek, nagy volt a nyomás, de csak is én vagyok a felelős a teljesítményemért ha nem repül a hajó, ha nem mész olyan időt, meddig dühöngsz? <laughs> ha egy... elnemzed magad belülről és nem Aha. nézed vissza a videót, ezt már tudjuk, de mennyire dühöngsz és meddig? Ha egy olyan koordinális hibát vétettem volna a döntőbe, ami egy ezüstérem lett volna elég, akkor szerintem dühöng... veszed, a... veszed ki a hajót és a kormány mondjuk most csak mondtam egy butaságot. Hál' Istennek a kormány azért nem, mert mert Viktor mind, mindent ellenőriz a futam előtt, hogy ilyen technikai dolog ne legyen. Uh -huh. Tehát csak is olyan hibát követhettem volna el, amit én hibázok, és nem külső okokból, hogy technika Aha. vagy valami ilyesmi, mert nyilván egy lapát benne lehet, de nagyon-nagyon-nagyon ritka az ilyen. Mm. És le is kopogom, hogy ne is legyen Nekem ilyen. Egy pár a Magyarországra tolták azért a, a hajódat. Mm -hmm. Főleg mikor én megnézem ezt a Gyoma Endrődi filmet, ahogy nézték a döntőt, én azt nem is tudom, mint hogy ilyen legőszintébb kisfilmdíjat adném, adnám neki az Oscaron, vagy gyönyörű, mm -hmm. nagyon jó azt újra nézni. Milyen volt, amikor hazamentél? Tehát ez egy ilyen olyan fajta fogadtatás volt, ami lehet, hogy még a, a bokcsarnoknál is <laughs> durva. Mindenképpen volt. személyesebb volt. Azt. A gyomendrődiek Összesen háromszor fogadtak engem, először az ifjúsági olimpia után 2010-ben, másodjára a felnőtt világbajnoki címünk után, olimpiai számban 2015-ben, és a harmadik volt ez. És ez is egy ilyen folyamat volt, hiszen 2010-ben ugye 10x óra utazás után, plusz még két óra buszozás legyomendrődre, izzadtan, <laughs> akkor fogadtak ott, nagyon örültem nekik, csak úgy mondtam, hogy legközelebb, ha lehet, akkor egy kicsit így rendezném magam, én is jobban érezzem magam. Másodjára, amikor fogadtak, akkor jóval családiasabb volt a hangulat, de akkor kicsit ilyen, ilyen feszélyezve volt az első pár perc, hogy mindenki, én is meg voltam illetődve, ők is, és akkor kicsit ilyen, ilyen, ilyen vibrált így a, így a levegő, nem Melyik volt volt a pódiumos, ahol kiültetek. És, és a harmadik volt az Aha. abszolút profi szervezés a gyomendrődiektől, köszönöm szépen, hogy, hogy hogy a kisgyerekek tartották a lapátot, egy ilyen tetőt formálva. Igen, igen. Ott elsétáltam, ráadásul a Michael Jordan Last Dance című sorozat zenére kirázott a hideg, Michael Jordan óriási példaképem, nagyon-nagyon szeretem őt, és hab volt a tortán, hogy Szólyó Zolival beszélgethettem, igen. hiszen Szólyó Zoli is Gyomendrő nőtt fel, és egy gimnáziumba is jártunk, külön jó volt vele egy ilyen baráti beszélgetésbe elegyedni. De jó. Uh, még egy dolog eszembe jutott, most, hogy itt más sportágakat említettem, mm. mint például a jordan és a kosárlabdát, és az úszásodat eszembe, hogy amikor fölkerültél Rújpest, akkor volt egy olyan mondatod, hogy uh, annyira furcsa, mert úszunk is, és úszok, úszok, és nem jön a fal. <laughs> Ez az Azóta szeretsz úszni? Szeretek úszni, sőt, ö, amikor 50-es medencébe úszunk, nagyon ritkán van ilyen, én imádom, ott is imádom hajszolni az időeredményeket. Uh, hogyha most egy úszó hallgatja ezt, nekünk a 100 méter, nekünk az nagyon nagy szám, hogy ki mennyit úszik 100-on, kajakosok közül, és 25-ös medencében 58-at tudtam. Aki egy perc alatt úszik, azt már azért megtapsolják a kajakosok, hogy nem semmi, és mindig javítom magam. Úszó videókat nézek, hogy a nagyok hogy csinálják, hogy minél hatékonyabban akarok úszni, a technikámon próbálok csiszolni, ott is önelemzés, mert én jót akarok úszni, 100-on most a következő célom, idén télem, valami, valami 57-56 lesz. Ilyeneket akarok úszni, és 50-es medencébe azért szeretek úszni, mert olyan messze van a fal, hogy tök, sokáig, tök sok csapást tudok kiavítani közben. És, és, és nem a is... múlik. Igen, Én igen. Legyen. Úszásban is ugyanilyen vagyok, mint kajakban. Ha valamit csinálok, mindig előjön a maximalizmus, és mindig javítom magamat, nem pedig csak szenvedek edzése, mint mondjuk sokan mások. Ezt a maximalizmust, ezt próbálod továbbvinni a családba és Tehát, hogy ezt a feleségeddel szemben is megtartod? De most viccen kívül, mm. tehát, hogy... A... Próbálok laza lenni uh -huh. egyébként, és ö, hogyha mondjuk nem a, nem a legközelebbi parkolóhelyet találom meg, hanem mondjuk itt én három méterrel arrébb, akkor kicsit feszült vagyok. Ági már röhög ilyenkor. Ági már röhög, illetve nemrég építkeztünk, és ott viszont nagyon kijött... Amikor a munkásemberek emberek nem jöttek időbe, késik, de közben torlódás van, mert hogyha nem vég ez a, mit tudom én, burkuló, akkor nem jön a festő, stb. és így, akkor nagyon rosszul viseltem, mert apukám egy vállalkozó, ő ezeket már tudja lazán kezelni, én nem bírtam. És akkor nagyon voltam, feszült voltam, de ezen is már túl vagyok, ebből is tanultam egy picit, próbálok finomabb lenni. Hogy engedett ki a gőzt? Mi az én idő? Amikor azt Én mondod, ő... hogy most azt csinálom, amit akarok. Az egyik legújabb hobbim, amit a pszichológusom tanácsolt, a golf. Igen. Iszonyatosan jó a golf. Ö, kim vagyok a természet, nem egy képernyőt bámolok, az önmagában jó. Ahhoz képest, hogy vízhez ragaszkodsz, ahhoz képest szárazföldön vagy. A golf iszonyat jó, ma az is egy mentális játék. Tehát nagyon nehéz eltalálni tökéletesen a labdát, és Mihály egy kicsit. Kibilenek, egy a figyelek, vagy valami másra, akkor már ütök egy rosszat, és akkor azzal az els rossz elsőtéssel kell végigmennem a pályán. Mentális játék, de nagyon élvezem. De az elsőt elrontod, én aztán gondolom, hogy olyan feszült vagy végig, hogy... Igen. Már az el... Igen. Hát, hogy ott... <laughs> de egyébként, amikor meg befejezem, akkor megiszom a presszótonikomat ott a büfébe, és iszonyat jól érzem magam. Tényleg nagyon jó kis hangulat, kis chill. Ö ö de jó. Ez egyedül vagy társasággal? Egyenlőre egyedül. Egyedül uh -huh. nem szeretek úgy másoktól függeni. Egyébként a másik hobbim az pedig a, a szápozás, ugye stand-up Aha. Uh -huh. uh -huh. Azt is, azt viszont Ágival csináljuk ketten, visszük a kiskutyánkat is, De jó. Manót, és... Manó. És, és, Manó, <laughs> igen. Matild, Manó, Maki, ez a három vecenév, így váltogatjuk. És az viszont a maga azért szeretjük, vagy én azért szeretem személy szerint, mert ugyanúgy a vizen vagyok, de nincs teljesítménykényszer, hanem egyszerűen csak élvezem, hogy a vizen vagyok, szabadidőbe evezgetek, a Balcsin, Velencei Körösön, bárhol, de jó. és nincs, 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 kényszer, nincs eredménykényszer, hogy nekem most edzésre kell mennem, vagy most nagyon jól kell teljesítenem. Ilyenkor tök jól le tudok lazítani, akár egy vasárnap is, és olyan megújult energiával tudok nekiállni a hétfőnek, hogy magamra se si ismerek. Hát érve szolgult a Playstation? Igen, és nem tudatosan, nem tudatosan, amióta beköltöztünk a, az új házunkba, azóta, úgy, valahogy hát, pedig van egy fiúszobám, a menkév. <há> fiú, a, a reklámban? Erre, 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 ö, ö, nagyon szerette volna, hogyha lenne nekem egy kis helységem, ahol váltok vonulni, és azt én, 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 én ö, rendeztem be, tehát a minden, minden, van egy brutál Jordan kép egyébként az egyik <há> falon, és valahogy úgy háttérbe szorult most a Playstation, Ö, szeretek egyébként játszani, de, de az az adrenalin, amikor nem sikerül valami, vagy vissza a versenynek a, a szelleme, nem tudok lazítani. Ez nem lazítás. Igen, te mondtad azt, hogy ami nem olimpiai szám, az hobbi. <laughs> <Igen>. Abszolút, <gül> Abszolút. Abszolút. <gül> tényleg így van. Kajakkenóban is, meg úgy mind... Tényleg. Akkor eléggé szűkő, mert ugye most már az újban már csak három, három. férfi Kajak, igen, kajak szám lesz, ami alapvetően. Ez jót tesz egyébként magának a sportágnak, vagy, vagy nem? Az a baj, hogy a legutóbbi számot úgy vették el tőlünk, hogy, hogy nagyon okosan csinálták, hogy a sprint kajak nemzedékek azok ne tudjanak beleszólni, vagy csak nagyon minimálisan tudjanak uh -huh. ebbe beleszólni. Ezért is akarok kicsit a sportdiplomácia felé mozogni. Most a Magyar Könyv Szövetség engem ajánlott, mint egy jelölt a Nemzetközi Kajakönyv Szövetség versenyzői bizottságába, De jó. és hogyha engem a világbajnokságon most szeptember közepén megszavaznak, úgy gondolom, hogy olimpiai bajnokként és a sportoló bizottság egyik tagjaként ö, lesz igenis hangom, és tudom hangoztatni az akaratunkat, vagy a véleményünket egy-egy dolog iránt, hogy ö, igen, és kérjék ki a véleményünket, hiszen mi vagyunk a sprint kajak, a húzóág, nem pedig mondjuk a slalom kajak, és ugye a, a slalom, a sprint kajak, tehát a sprint kajak kárára jött egy új slalom versenyszám, aminek nincsen infrastruktúrája, nincsen pálya, a versenyzők se nagyon szerették volna, ezt csak egy, egy ember kitalálta, és ő vitte végig. Nem is akarok ebbe nagyon belemenni, ezért szimpatizálnak a sportdiplomáciai karrier mellett is, uh -huh. de úgy tűnik, hogy a sport meg a, ez a karrier, ez simán megfér egymás mellett még egy jó pár évig. Bele is csaptunk a következő kérdésbe, mert ugye én addáig vagyok képbe, hogy kereskedelmi és marketing Igen, ez teljesen jó, mert azt még mindig folytatom. <laughs> <laughs> Van egy kicsit deszertíze, vagy már így a vége felé járunk? Uh, inkább azt mondom, hogy közepén. Uh -huh. uh, így, a utóbbi két évben háttérbe szorult a tanulás, uh -huh. tehát egy-két tárgyat vettem csak föl, mert ugye 2020-ban azért vettem csak ennyit föl, hiszen úgy volt, hogy lesz olimpia, aztán elhalasztották, és 2021-ben ugyanezt megcsináltam. Most újra belehúzok a levesbe, egyébként pont most vettem föl a tárgyaimat, és most már jönnek a statisztika kettő, marketing, meg, 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 meg most hirtelen nem is tudom, még milyen tárgyak. Biztos ez a gazdaságtan, vagy valami más. Azt már még... megcsináltam. Azok már a, készen, az... a, közgaz a közgazdaságtanok már megvannak, egy-kettő. Tök élekes, mert öt évente, négy-öt évente változik, hogy én mivel, miben képzelem el magam a civil életben. Most hol tartunk? Most ott tartunk, hogy szeretnék majd beiratkozni a TF-re, és nagyon szívesen lennék szövetségi kapitány. Nem tudom, hogy miért, egyszerűen szeretnék egy esetleg egy utánpótlással kezdeni, mm -hmm. és aztán esetleg egy felnőtt, nagyon sokat tudnék segíteni az utánpótlás gyerekeken, segítenék nekik, hogy, hogy ne, 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 kallódjanak el. Ifjúság, nagyon sok ifjúsági világbajnok abba hagyja egy-két éven belül, és szeretném őket tovább vinni, segítenék nekik megadni egy, egy keretet, egy, uh -huh. ilyen szak, a, én is kicsit átadnám azt a tudást, amit én használtam most a tokiói Olimpián, hogy segítenék neki szakemberekkel. Sokan egyébként úgy gondolkodnak, hogy ha fáj valamit, akkor az normális. Ha nekem fáj valami, mi azon a a fizikoterapeutámhoz, masszörömhöz, mert ez nem normális. Ha Aha. fáj, annak valami oka van, és szegény gyerekek meg azt hiszik, hogy ez tök normális, miközben nem. És aztán olyan sérülést szed össze hogy abba a sportot. Jövőképnek a kapszót meghatározhatjuk az edzősködést és vagy a szövetség. Edző követ. nem lennék. De edző nem? Nem. Képzeld, hogy edző nem lennék. Lehet azért, mert félek, hogy nem tudnám kihozni a gyerekekből a maximumot, mert azt tudnám, hogy gyerek vagy felnőtt edző lenne. Saját magadat okolnád azért, mert hogy a te általad elvárt maximumot az a gyermek nem hozza ki. És nagyon ideges lennék, hogyha... Gondolod, hogy hogyha párosban néha okolod magad, mert hogy a másik társad uh -huh. nem a maximum, akkor egy gyermeknél, aki, aki lehet, hogy rosszul ébred, lehet, hogy fáj a hasa, bármi egyéb, nem is okolhatjuk emiatt, mert hiszen gyermek nem tudja a maximumot kihozni. Egyébként képzeld el, hogyha bármilyen csapathajót megyek, és rosszul sikerül a csapat, hogy jó, mindig magamban nézek, és mindig én keresek magamban egy hibát, aztán az edző mondja, hogy ajjajj, te ne hülyeskedj már, ez nem így volt, mit tudom én, ez meg ez történt. Tehát én mindig elsőnek otthon nézek körbe, uh -huh. és aztán keresem a okokat. És úgy gondolom, hogy ez egy tök jó tulajdonság, hogyha a más sportásom is így viselkedne, akkor sokkal kevesebb lenne a konfliktus. Abszolút. Párizs vagy Los Angeles jön utána, Közben elképzelhető gyermekáldás? Tehát tervezitek? Mm, Bővén abszolút, a abszolút. Szeretnénk. Már tökre úgy érzem, hogy megértem arra, hogy apa legyek, úgyhogy meglátjuk majd. Majd folyamatosan van a döntés, de igen, szeretnék apa lenni. Nagyon jó. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, az őszintességet, köszönöm és azt a higgadságot, hogy most nem ö, voltál ilyen zsarkasz. Én még nem láttalak interjúban zabosnak, de így vártam. Ö, és nagyon szépen köszönjük a hallgatóknak, hogy itt voltak velünk. Ez volt a Hárman párban, és jövő héten újra találkozunk.